Kell és Operett Gála vendégei a Budapesti Operett Színház művészei Dancsanna Mari, Dolhai Attila, Janzakata, Laki Péter, Lukács Anita és Szabó P. Szilveszter voltak, akik saját bevallásuk szerint kiválóan érezték magukat zentán. Már az előzmények olyanok voltak, hogy tudtam, hogy itt tényleg nagyon-nagyon számítanak ránk, és nagyon, nagyon várnak bennünket. Ez természetesen mindig egy plusz, és jól esik az embernek. De valahogy itt tényleg ma este történt valami, ami ritkán adatik meg egy művész életében. Amikor tényleg azt érzed, hogy egy ünnep az embereknek, hogy jöttünk, és ezáltal mi is annyi mindent kaptunk, hogy nekünk is az volt. A neves művészek az Operett Színház repertoárián szereplő operettek és musicalek legismertebbet dalaival örvendeztették meg a zentai közönséget. Ki az a jó, hogyha mindenki megtalálja a saját üzenetét egy-egy előadásban. Szerintem nyilvánvalóan a műzikelek könnyebben rátalálnak a fiatalok fülére, és a vágyaira és az álmaikra, míg az operettek egy kicsi nosztalgiával és humorral az idősebb korosztályt szólíthatják meg. Szerintem ez ma este is ez történt. Az Operett Színház művészei fontosnak tartják, hogy minél több helyre eljuttassák produkcióikat, maradandó élményeket szerezve ezáltal nem csak a magyarországi, hanem a más országokban élő közönségnek is. Az Operett Színház elmondhatja magáról, hogy világjáró, országjáró színház lettünk, hiszen rengeteg musicalünk, rengeteg operettünk járja a világot, és most megint egy olyan helyre csöppentünk, ahol valóban tudták, hogy kik jönnek, kiket várnak, és mire számíthatnak. És fantasztikus nagy siker volt. A különleges hangulatú musical és operett gálát követően a napprogramja látványos tűzijátékkal, valamint amatőr együttesek hangulatos koncertjeivel zárult.